ilyen tömör gyönyöröket nem nehéz megszeretni, ugye? Egy pillanat alatt. Az biztos. Nem? Igen, könnyen meg lehet őket szeretni. Aranyosak nem. Hűségesek meg azt, hogy feltétel nélkül szeretik az embert. Tartsd ide szívem, meg nyalja és utána kül. Bátran, ne érezze, úr. És most közelebb léphetsz. Lép, ne ilyen bizonytalanul. Látod, már játszanak, ott tefém adja, bocsit, ne félj. Ezen a héten is látni fogják, egy jó emberrel hozott össze a sors. Ő Szép Ábrahám, a hegyek szerelmese. Ami esetében érthető is, hiszen az erdélyi Sepsiszentgyörgyön nevelkedett 15 éves koráig. A vadgazdamérnök végzettségű 47 éves férfi számára ugyanezt az érzésvilágot az anyaországban leginkább a bükk vonulatai adják vissza. Nem véletlen az sem, hogy az általa megálmodott kovaszőr programnak is ez a fő helyszíne. Mit jelent neked a táj, ha azt mondom, hogy bükk? A bükk az számomra a erdélyi gyerekkoromat jelenti. Mindig, ha itt járok, akkor az Erdély jut eszembe, a gyerekkorom. Nagyon szerettem a nagyszüleimhez járni erdővidékre, Benedek Elek apónak a szülőföldjén, található Vargyas községbe. Ott mindig a nagy ragadozókról érdeklődtem. A gyerekkoromban juhász akartam lenni, szüleim nagy bánatára természetesen, és hát úgy érzem, hogy ezt a kuvaszőr programot, ahogy csinálom végül is, vágyam valamennyire teljesült, hiszen itt meg a pásztoroknak tudok segíteni a nyájőrzésben. Egy kuvasz az a nagybátyámmal, amikor mentünk fel a havasra, mindig elkísérte a szekeret, és felkísérte a havasi legelőre minket. És ez volt az első találkozásom kuvasszal. És az így bele is szerettem a kutyába, hogy milyen értelmes volt, hogy minden nap várt a falu határában, felkísért az esztenára, és ez minden nap megismétlődött. Most épp Bodonyba érkeztünk, és akkor meglátogatjuk a ide 2 hónappal ezelőtt kihelyezett két hónapos kölyköt, akik már azóta nagyok lettek, és kíváncsian várom én is, hiszen ez az első látogatásom azóta. Úgyhogy itt már találkozunk is akkor a gazdával. Szép napok, szerintem Zakar Ádám. Lágymási Valentina. Vince Gergő. Örvendek. Szia Gergő. Szia Ábra. Ez nem egy megrendezett jelent. Eddig itt voltak a kutyusok, csak most nincsenek. Hát pontosan, igen, így van. Igen, de látni fogjuk őket. Hogyan is, miért gondoltatok, hogy csatlakozzatok a kuvaszőr programhoz? Kell a kuvasz a házhoz? Hát igen, kell, mert azért egy ilyen gazdaságban azért valami vagyonvédelmi dolog kell, és ugye hát az ember ne komer a rendszer telepítsen elsősorban. Ők a négy lábon járó riasztókészülékek? Ő négy lábon járó riasztókészülék, igen. Meg ugye másrészt ugye már jobban hallja az ember, hogy itt vannak a nagy ragadozók, és ennek kapcsán ugye a kutya tölti be a legjobb szerepét, és akkor így ennek kapcsán felvettem a Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatot, aki ajánlotta Szép Ábrahám által biztosított kuvaszőr program. Az éjszakai feladatokat nagyon jól csinálják, mert egyik éjszaka jöttem, kíváncsi voltam, hogy majd hogy reagálnak, hogy óvatosan beesett tenkerek, mint hogyha betörő lennék. És mikor ideértem... Félkezet bánta majdnem? Hát majdnem, mert mikor odaértem az ajtóhoz, akkor hirtelen nagy ugatással kirohantak, és már szólnom kellett, hogy ácsi, hát én vagyok az a gazda. Gyertek. Gergő, látom, hogy betartod, amit beszéltünk, hogy fontos szerintem, hogy a kutyákat külön etetni, minél távolabb a nyájtól és az állatoktól, hiszen volt már olyan tapasztalatunk gazdával, aki ott hagyta éjjel-nappal a száraz tápot, a juhok ellökték szó szerint a
táptól a kuvaszokat, megették, és ez a későbbiekben egy konfliktus forrás volt a kutyák meg a nyáj között. Az állattartásban tudjuk, nincs szünnap, még vasárnapi látogatásunk idején sem. Így miközben Gergőjék az állatokat etetik, én gyorsan memorizálom a legfontosabbakat. Eddig közel 40 kuvasz került ki a gazdákhoz, kezdetben a tenyésztők ajándékaként. A jó kezdeményezés azonban elnyerte a jutalmát. Több sikeres állami pályázat is segíti a kuvaszőr programot, ami a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, a WWF támogatását is bírja. A kezdeményezés egyébként a szakértők szerint még soha nem volt ennyire aktuális, hiszen a Bükkben és a környékén egyre több a hír arról, hogy megjelentek a farkasok. És ha rajtuk múlik, a nyáj nem ugyanabban a létszámban tér vissza a legelőről, amelyikben elindult. Mi a kuvaszok erénye? A kuvaszok erénye az, hogy ha rendesen hozzá van a nyájhoz, tehát az őrzendő állományhoz szoktatva, akkor élete árán is megvédi a rábízott értékeket, olyan, mint egy élő fegyver, vagy egy csőre töltött fegyver, szükség esetén támad. Erre lett évtizedek, évezredek óta szelektálva, erre a nyájőrző tevékenységre, nyájőrző modorra. Ezeknek a kutyáknak azért vannak értékei. Nem mindenki teheti meg rögtön, hogy kezdésnek ilyen értékű genetikai állományú kutyákat megveszünk, mert nagyon fontos, mert az nagyon meg fogja határozni a jövőbeli viselkedésüket, hogy milyen genetikával rendelkezik a kutya. A másik az, hogy amit észrevettem, hogy maga ez a hagyományőrzés is, hogy a magyar gazdákat terelni a magyar fajta kutyákhoz, tehát fenntartani ezt a régi bevált hagyományt, hogy egy magyar gazdálkodónak magyar kutyája legyen, és ezzel védeni az értékeiket, meg a jószágaikat. És ez egy nagyon szép kezdeményezés, mert ahogy észreveszem, a kicsit a mai világban már nagyon elfeledőben vannak a hagyományok tisztelete, meg a megőrzése, és ez nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot visszafordítsuk. Kutyogatást már hallok, de ez még nem kuvaszé, ugye? Ez még nem elég öblös hang, de most érkeztünk meg Sajó Mercsére, Ádám László gazdálkodóhoz, és itt tavaly, tavasz óta van kihelyezve kettő alomtestvér, a Hős és a Hamar, a városszéli bitang kuvaszkenelből, és most őket jöttünk meg látogatni. Hát akkor hamar kiderül, hogy vajon hogyan fogadnak minket. Igen, milyen hősök vagyunk. Szia, Laci. Szép jó napot. Isten hozott benneteket. Szerintem a Rádel. Ádám László. Mi újság a kutyákkal? Hát most egy kicsit hideg van rájuk, ugye reggel mínusz 11 fok volt. De egyébként jól érzik magukat. Hát akkor azok ilyenkor jól érzik magukat. Nekik ez egy jó hőmérséklet? Lehet, hogy ők nyáron nem érzik olyan jól magukat, amikor plusz 42 van. Szeretik a meleget és meg a hideget. Addig várják, hogy a nyakunkba ugorjanak. Hát annyira örülnek, ezzel helyből fel is döntenének egyébként az inkább, ugye? Igen. Ugye ezen a vidéken, északi régióban élünk, és itt többször föllelhető volt a nagyragadozóknak a támadása, vagy a nyájakat ért ilyen problémák. Hál' Istennek nálam ilyen támadás nem történt, de gondoltam, mondom, jobb az elővigyázatosság, és olvastam erről a programról, és megkerestem a Szép Ábrahám urat, hogy szeretnék részt venni ebben a programban, kis két kutyát, hogy biztosítson nekem. De először féltem, hogy óvakodtam a kettő kutyától, hogy mondom, probléma lesz velük, de nem bántam meg. Nagyon jó, hogy két kutyát hoztunk,
Ők alomtestvérek, édestestvérek, mind a kettő kan kutya. Nagyon jó beváltak. Jó ügyeket szoktunk bemutatni, hogy mit gondolsz, hiszen itt is volt egy idea, volt egy cél, és valaki ezt kitalálta, és hát időt, energiát nem kimélve ezt próbálj megvalósítani, Ábrahám, hogy mit gondolsz, mennyire fontos például az ő és a hozzá hasonló embereknek a tevékenysége? Hát nagyon fontos, mert azért ez egy áldozatos munkával jár, hogy tenyésztőknek megfelelő kutyákat biztosítson, feltérképezze azt, hogy olyan helyszínekre, olyan körülmények közé lehessen a kutyákat kihelyezni, ami mind a kutyának, mind pedig a jutartónak vagy a tenyésztőnek egy megfelelő körülményt, vagy egy megfelelő eredményt fog eredményezni. Jó érzés, amikor elmegyek látogatni a gazdához, és hallom, hogy a kutyák jól működnek, meg vannak elégedve a kutyával, mindig izgulok minden kihelyezésnél, hogy a kutya megfeleljen. Hál' Istennek az esetek többségében igenis megfelelnek, és jó látni a gazdáknak az arcán a megelégedést és az örömöt. Hogy... Ugyan, jó hazamenni vissza és az autóban. Így jó hazamenni, így van. Szép Ábrahám álmát, a kuvaszok visszavonosítását kezdettől fogva támogatja és felkarolta a Magyar Kuvasz Fajta Gondozó Egyesület is. Tudom meg végül Zsóri Zsolt elnöktől. A két hős és hamar kis héján a földbe döngölt, de ez ezúttal 100%-osan is a szeretet jele. Sok kuvasz van Magyarországon, és most meg akarnánk becsülni, akkor milyen számot mondhatnánk? Ez évben 212 kuvasz törzs könyveztünk. Ha azt vesszük, hogy átlagosan 10 évig ér egy kuvasz, akkor azt mondom, hogy 2200-2500 kutya van ma Magyarországon, aki származási lappal rendelkezik. Bízunk benne, hogy akkor egy évtized múlva, akkor nem most ugye 2-3 ezer kuvasszal beszélünk, hogy akkor lesz akár több 10 000 hős. Merjünk nagyot álmodni, legyen 10 000 hős. Én már azt gondolom, hogyha az 5 000-es létszámot elérni az élő kuvaszok száma, az meg nagyon-nagyon szép létszám lenne.